És Jézuska, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a chatben és a chaten kívül. Srácok, eljöttünk az Elden Ringhez, ami nem más, mint egy nagyon régóta várt játékunk, ugye itt a streamben már többször beszéltünk róla, de ami igazából a legfontosabb, hogy a februári, ami valójában január 28-a óta tartó dumping, ugye a Pokémon Arceus óta tartó, tulajdonképpen hetente megjelenő giga címeknek a lezáró darabja, ezzel véget ér ez az óriási tódulat, ami most volt itt a játékiparban, úgyhogy ez a nagy, utolsó nagy meglepetés, vagyis megjelenés. Srácok, említettem nektek, hogy nem sikerült Launch Edition-höz hozzájutnom, mert azt az e-mailt kaptam, hogy bizony a megrendelésemet törölték, ugyanis maga a disztribútor nem tudta bejuttatni az országba a megfelelő mennyiséget. Hát ezt a hibát felül sikerült bírálni, úgyhogy visszavonok mindent. Végül is sikerült megkaptam a Day One, vagyis a Launch Edition-t, ami annyit tesz, hogy a játék PlayStation 5-re, ha arra veszitek meg, tudjátok, ebben a streamben mindig meg szoktam mutatni, hogy milyen dobozban kapom meg, úgyhogy engedjétek meg nekem, hogy ezt most is így tegyem. Tehát így néz ki az Elden Ring doboza, ilyen vastag nem hiába, hiszen van benne tartalom bőven. Itt vannak benne a kis cuccok, mindjárt ki is szedjük belőle, srácok. Ez így jön ki egyébként így oldalvást, amint látjátok, itt már rögtön lehet is látni, hogy itt már kapsz egy ilyen kis borítékszerűséget, itt láthatjátok, Elden Ringes meg minden, itt hátul lehet kinyitni. Gyorsan megmutatom nektek, nem is akarom ezzel senkinek az idejét sem rabolni, de tudjátok, mint mindig meg szoktam mutatni. Alapvetően kapsz benne matricákat, semmi extra, egy matrica, két matrica és három matrica, ezeket ahova csak szeretnéd, oda felragaszthatod, egyébként baromi jó minőségű anyagból van. Ami viszont sokkal jobb, kapsz ilyen képes lapokat. Ezek Elden Ringes képeslapok, srácok. Alapvetően ugye nagyon-nagyon erősen visszaveri a fényt, úgyhogy nem is biztos, hogy végig akarom én nektek ezt utatni, csak gyorsan lepörgetem. Az Elden Ring világával kapcsolatos képeket kapsz. Összesen azt hiszem három darabot, valamint kapsz egy baromi nagyméretű posztert, srácok, ami nem máshogy néz ki, mint így. Ez egy, hát nem is olyan baromi nagyméretű igazából, de lényegében ez egy ilyen, hát végül is így, ha állítva van, de fekvő pozícióban van a maga a poszter. És ezen kívül ez a Launch Edition. Na, ennyi van összesen ebben a kis borítékban, amit mutattam nektek. Ezt ebbe szépen én vissza is teszem, tök szuper, be is zárom. Majd nem tudom, mikor nyitom ki legközelebb, megkapod a dobozt, ami ugye nyilván úgy néz ki, hogy kinéz, ezt nem kell már nagyon megmutatnom, viszont halleluja, azon kívül, hogy ennél a játéknál is elkövették azt a fatális hibát, hogy belenyomtatták a NED meg szöveget a tokba, ami szerintem iszonyatosan gáz. Na mindegy, ezen felül még kaptál egy bevasalós cuccot is, ezt rá kell vasalni a te kis ruhádra, itt van róla a vasalási útmutató, hogy ezt hogyan tudod megtenni, valamint ugye a szokásos Bandai Namco-s kis kódok, ezt én már aktiváltam, úgyhogy tök mindegy, hogy belelátszik a streambe vagy sem, de ettől függetlenül nem mutattam meg. Na mindegy, szóval ennyit kapsz egy tök vastag tokot, meg mindenféle jó dolgot, jól néznek ki a dolgok, jól néznek ki a dobozok, nagyon minőségi cucc, szépen kibontottam, ilyen egyébként, ha nincs benne semmi, tehát ebbe megfogod, és így oldalvást beleteszed, és így van benne az Elden Ringes kis cuccot, tök jól néz ki a polcon, alapvetően így. Úgyhogy ez tök király, ezt meg is fogom tartani, az biztos. Srácok, nem akarom tovább húzni ezt az egészet, very very big talk. Én most szerintem rá is lépnék az Elden Ringre, ami itt van. Még nem indítottam el a játékot, veletek együtt fogom először, mint ahogy mindig, úgy most is. Elindítjuk együtt a játékot, és együtt fogjuk megnézni, hogy milyen. Csak leveszem saját magamról a hangot, mert visszahallom magam. Indítsuk el az Elden Ringet, nem a Horizont. Így van. Azt mondjátok, nagyon jó lett a játék. Megnézzük. De egyébként van bennem egy ilyen mikrosejtés, hogy nagyon jó a játék. De mindjárt megnézzük mi is. A szokás a From Software-es menü. Ezen nem változtattak semmit. Jó? Oké. Okay. Véletlenül elutasítottam. Igen. Jó. Close.
PC-re már jött is ki az 1.02-es javítás, itt is kint van. Itt is ugyanaz van, ugye meg is mutatom nektek, itt van mögöttem. Itt is már megvan az 1.02.1-es javítás. Ezzel együtt jött le a játék. Na, szóval, azt mondja, hogy system. Először szétnézünk, PlayStation 5-ön megy a játék egyébként. Azt mondja, autolok, oké, okay, manual attack aiming. Teljesen mindegy, performance setting, priority frame rate. Nem, mindenképpen a frame rate-et kérjük. Display blood, igen, HUD, HDR off, az nektek fölösleges így streamben. Talán a zenén kicsit hangosítok, vagy ne hangosítsak, jó ez így, nem most egyelőre jó így. Jó. No matchmaking, cross region play, perform matchmaking, no matchmaking. Jó lesz ez így. Egy másodperc, még ide gyorsan be akartam nézni. Restricted. Restricted, így van, characters name, play online, launch settings, play offline. Egyelőre játszunk online, aztán, hogyha már nagyon bosszant, akkor majd maximum ezt kikapcsoljuk. Jó, ezt meg majd megtanuljuk. Szerintem nyomjunk egy new game-et. Most visszadobott ugyanoda. Igen. Igen, ez a stream szempontjából fontos, de szerintem ez tökéletes így. Utolsó napos teszten elfogadtak egy... Igen, valószínűleg tehát aranylemezre került a játék, és akkor utána még csináltak hozzá néhány adag javítást. Ez a brightness, ez nekünk tökéletes. Tökéletes. Gyors kés indulás előtt, ha én veszek egy PS5-öt és belépek a Sony-s akkútóba, akkor amiket vettem PS4 játékokat, mindel tudok játszani? Igen, Jézuska, alapvetően mindegyikkel tudsz játszani. Egyébként mindegyikkel indul PS5-öm. Alapvetően mindegyik. Úgyhogy igen. Most kéne választanom egy kasztot. Tehát van a... Igen, ez egy pajzsos csóka, ez annyira nem izgat. Warrior, nem. Hero, de miért félmeztelen? Bandit, ez nem néz ki rosszul. Ez egy kis máguskának tűnik. Proféta. Borzalmas. Itt egy szamuráj. Itt egy prisoner, ami döbbenetesen jól néz ki. Confessor, ez olyan, mint egy inquisitor. És van a wretch, amikor tangabugyiban indulhatunk. Hát én most nem akarok tangabugyis gameplayt, vagy menjünk tangabugyiban. Induljunk el tangában. Ez olyan, mint a kettőben az Undeprived. Nagyon szívesen egyébként. Nem tudom, legyünk szerintetek ilyen? Pucér mackó. Ne nehezítsük meg az életünket. Olyan lehetőség is van egyébként, amit Wolverine is ír, Jézuska, hogy át tudod vinni az összes adatodat a PlayStation 4-ről a PlayStation 5-ödre. Ezt is meg lehet csinálni, de nem vagy rá köteles. Egyébként letöltheted felhőből az egész adattárolódat is, de a könyvtárból, a PlayStation könyvtárból minden játékodat el tudsz érni. Csak ha szükséged van képekre, meg videókra, akkor igen, akkor átviheted, de egyébként a PlayStation Plus-os mentéseidet egyébként is le tudod a felhőből tölteni, a játékaidat pedig a könyvtárból úgyis újra le tudod tölteni, tehát tulajdonképpen mindegy. Én nem is csináltam meg ezt a PlayStation-ös átmentést, őszintén szóval azért nem, mert 5,5 órán keresztül csinálta volna, én meg ezt úgy voltam, hogy ezt inkább nem, úgyhogy hagytam a francba. Nehéz kérdés, hogy mik legyünk. Nekem ez tetszik egyébként. Ez olyan, mint egy paladin. Confessor. Nézzük meg. Type A. Name. Azt mondja, hogy... Vezebi. Egy. Kex. Type A. Young. Future. Aged. Future. Ja, itt még újra kiválaszthatnám a custom, ha akarom egyébként. Ja, és akkor itt látom a statjait is, nézzük csak. Mindene 10-esen van, és van egy bunkó a kezében. Ez mekkora egy vadállat. És mindene 10-esen van, tehát tulajdonképpen ez egy olyan, mint egy puszta vászon. Level 10. Ah, mert az level 1-esen kezd.
minden pontot te osztasz majd el. Ez mondjuk nem rossz egyébként, ha el akarsz menni egy vagy másik irányba. Mondjuk itt a pajzs egy picit zavar, hogy az van nála. Nekem annyira nem igazán kell pajzs. Lehet, hogy akkor a prisoner nekünk jobb lenne. Level 9-es intelligence, dexterity, strength. Lehetne egy dexterity buildet egyébként csinálni belőle, viszonylag magas dexterity-vel kezd. Nyilván a szamuráj kezd a legtöbbel, ez nem is volt kérdés. Strength build-en úgy látom, hogy a hero, a warrior, ah, és van a rendes vagabond, igen. Ez egy dupla kardos kis akármicsoda. Mindig az első gondolata jó. Képség, the possible, lehetőhetés, hogy semmi. Lens between rune. Van itt valami, amit megéri ki választani, srácok? Ti tudtok valami ilyesmiről? Van valami infótok, ami mondjuk egy ilyen best of item, mondjuk best in the sloth? Stonesworth key. Általában a kulcsokat választottam mindegyik Souls-like játéknál. Most is ez kéne. Two stone key, shaped like sword. Breaks to see an imp statues, but can only use by used once. Jó lesz ez nekünk. What? Choose base template. Úgy, tehát teljesen ki lehet itt karikírozni. Lehetünk teljesen fehérek? Így? Uramisten. Azt mondjuk annyira nem. Hát egy kis élet legyen már bennünk, hogy ne legyünk ilyen rózsaszínek? Nem, jó lesz ez így. Patient hair. Ez jó búval szott. Fész struktúra. Az ilyen dolgokban már nem mennék bele. Man. Milyen szépen meg van csinálva ez a haj. Ez nem rossz egyébként. Kicsit ilyen Bundesligás. Lehetünk lányok is. Szörnyű. Golden Seed is, a kulcs is jó. Akkor lesz a kulcs. Lesz a kulcs, legyen az. Ez japános. Nem. Úgyis tök mindegy, meg gondolom lesz rajtunk fejes. Ez olyan, mintha éppen most mosta volna meg. Hát ez olyan semmilyen. Ez nekem tetszik egyébként. Jó, ez egy jó kis, majdnem afro. Na hát azért nem. Legyünk bundesligások, hair color. Lehet fehér hajat csinálni, és akkor leszünk Riviai Geralt? Lehet. Riviai Geralt. Luster. Nem jó ez így. Ne piszkáljuk, ezt ne piszkáljuk meg. Olyat kéne neki adni, amit hogyha tehát ilyen rendeset, tehát jó vastagat, mint amilyen volt Baumgartner Zsoltnak. Ez nem rossz egyébként. Ez már kicsit már most túlzás. Ez olyan és ha nincs egyáltalán? Szörnyen néz ki, ha nincs. Mit tudom én? Ez olyan, mint a szedné. Szia, Jani! Jó, ez jó lesz. Válaszunk szakállat. Ez egy kicsit túlzás. Ez Ferenc Jóskás? Nekem ez tetszik, hogy hal meg egy magyar tiszt.
Nem jó. Ez a... Betyár. Ez nagyon betyár. Nagyon-nagyon betyár, srácok. Ez a... Bizony. Legenda volnék e hunitten egy magamba. Ez jó lesz. Jó, ez kit érdekel konkrétan? Ice... az iris color-t, az be kéne tenni zöldbe. Így, nagyon jó. Jó, skin futures. Hát ez nem kell, hogy most legyen ilyen mokesz alatta. Legyen sima bőrszín. Mr. Bajusz? Új hullávos kövér László. Azaz, nekem nagyon tetszik, mit akartok? Szinte érzem, hogy lehet látni, hogy eszi a kolbászt. Egyik kezébe kolbász, a másik kezébe meg egy, itt tudom én, egy karék egyén. És akkor, ahogy beszél, az így fröcsög szét. Nem, ez jó így. Jó lesz ez így nekünk. Eyeshadow, cheek color, lipstick color, úristen. Tattoo és mark. Na. Lehet rakni rá, igen. Igen. Hát ez túl nyilvánvaló, hogy van most a homlok a közepén, hát akkor biztos neki szaladt a szekrénynek. Hát egy termékenységpöttyöt csak nem raknék oda. Nem, ezek izék. Nem. Ez egy nyuszi fül. Hogyan már? Ez már nem rossz, ez már mintha valamilyen törzshöz tartozna. Ez kicsit Warhammer-ös. Egészen sok tetkó van, srácok. Oda nézzetek. Vajon mit jelentett az az írás? Ő se tudja. Ez egy sárkány. Ez pedig maga a pukháló. Nincs Magyarország tetkó sajnos. Az nem lenne rossz, de legyen akkor egy ilyen, hát... Ez olyan, mintha nagyon nagy valamivel küzdött volna, egy nagy több karmú akármivel. Legyen inkább egy ocsmány seb, egy nagy heg itt, ez jó lesz így, és akkor majd ez fog árulkodni az ő múltjáról. És akkor ne legyen ennyire nagyon... Igen, ne legyen ennyire egyértelmű, legyen inkább a bele... Tehát, ilyen, tehát ez alapvetően egy heg, ne egy ilyen nagy ocsmányság legyen. Jó. Ó, ez már magyaros, így. Kicsit ilyen morózus tekintet kellene, és akkor nagyon széles az állkapcsa, így már kicsit germán. Nem. Ehunitten. Egyébként ez ám semennyire nem fontos, srácok, mert majd egy full face sisak lesz rajta, és ezt soha az életben nem látjuk majd. Majd jókat nevetünk, mit tudom én, 20 óra gameplay után. Ja, tényleg emlékeztek, amikor még ezt a karaktert legyártotta, hogy nézett ki? Jó lesz így. Tökéletes. Tökéletes. Elmentjük, el ne vesszen. És akkor alapvetően így nézünk ki. Tehát igen, tehát mind amit csináltunk, az egyébként nagyjából semmit nem ért. No, de mindegy. Na, induljunk el a játékkal, srácok, mindenkitől elnézést kérek egyébként, hogy nagyjából 24 percen megy a stream, és még most jutottam el odáig, hogy eljutok a karakterig, de higgyétek el, ha nem streamelnék, itt még legalább egy órán keresztül ülnék, és gyártanám a karakterem, de látok való tekintet, ezt most nem teszem meg. És most csendben maradok. Igen. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night
Knight of the Black Knives, Godwin the Golden, was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment. By the greater will. Hú, micsoda képek ezek. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long lost grace speaks to us all. Orolu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion. Ők lesznek szerintem a fő ellenségek, nem? De. Dung-eater. Dung-eater. And Sir Gideon Othnir, the all-knowing. Ez egy egészen emberes tréler volt. Vagyis egy bevezető. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog. To the lands between, to stand before the Elden Ring, and become the Elden Lord. No. Jó, L1 a kisütés, R2 a nagyütés, és fel is lehet tölteni. Ha lenyúl, akkor súnyúl. Hol a dodge? Ez fetroll? Ó, Isten, ez fetrollal. Na várjatok már, ez nekem nem jó. A fetroll az nekem nem jó. De bár ez csak 3,3 kg. Equip load 28,2. Medium loadon vagyunk sajnos. Muszáj vagyok egy csomó mindent levenni. Fingers, jel. Na várjatok, ha ezt visszateszem, akkor mindenképpen med load. Na várjatok, akkor a pajzsot azt levesszük. A főpáncért levesszük. Ez mi? Fingers, jel. Left hand, aha. Muszáj vagyok levenni még valamit, mit tegyek le? Így vagyunk light-ban. Hát srácok. Nem mi vagyunk a legszebbek a vidéken, de így legalább light rollolok. Szia, Josephu. Jó, read message. Raise the Elden Ring, jó. Ez micsoda? Tarnished Wizard Finger. Van, aki itt képes volt meghalni egyébként. Elden Ring ahead.
Még nem medium rollolok megint? Nem, light load-ban vagyok. Akkor elvileg... Nem, nagyobbat ugrok. Ne, nagyobbat dodge-olok, igen. Praise the Elder Ring. Praise the Elder Ring. Ez mit csinál? Ez a map menu. Igen. Let's let your map select a site. És akkor itt látom a térképnek egy részét, vagy nem tudom, gondolom nem az egész térképet látom. Természetesen a From Software játékai a szokásához híven semmi olyasmi nincs, ami arra szolgálna, hogy itt ilyen zeneszerűség, az meg csak csaták közben van, meg néha. Hogyan csináljátok ezeket a akármiket? Itt vannak a gesztörök, aha. Jó. Szuper. Haha. Titkos fal? Nem. Jól néz ki, úristen, ez de jól néz ki, wow. Egyelőre csak statikus zajt hallok magam körül. Meg jó sok message-et. Don't give up. Hát még most nem terveztem egyébként. Good luck. És ez micsoda? Titkos fal? Nem. Try fingers butthole. Szétnézzünk, hát van itt valami mögötte. Still no item. Látom azért a From Software-es ősközösség azért itt is simán jól áll van az üzengetéssel. Ezek az üzenetek mindig nagyon viccesek voltak. Ez egy aréna? Ó, boss fight! Ez a kötelező halál? Halika? Urgent heal. Assassin approach. Jó. Nyugodj meg! Nyugodj meg! Úgy neked van kettő kardocskád. Cukorka vagy? Nyomtam már egy healt. Hopp. Több kardja is van. Hopp-hopp. Még élek? Ó, már kétszer megsebezted. Mit akarsz? Svájc vagyok. Én Svájc vagyok. Semleges vagyok. Csak vicceltem. Hú-hú. Nem pont akkor tartott fel a pajzsot. Oda nézze. Megunta. Ben! Hát ez viszonylag könnyen megölt. Szia, Bícer! Ez a kötelező halál volt. Mint minden From Software játékban. Minden Souls game-ben így van. Igen, a Bloodborne-ban is így volt. A Dark Souls... A Dark Souls 1-ben így volt? Mi történt? Kikapcsolt a PlayStation 5-ön.
Mi történik itt? Be se kapcsol. Mindenre számítottam, csak erre nem. Nem kapcsol be. Ne idegesítsetek, Fárföl. Mi történt veled, báránykám? Hát így berakom magam a képernyő közepére, hogy legyen valamit néznetek. Nem kapcsol be. Ilyen még nem is volt, hogy úgy kikapcsol a PlayStation 5-ön, hogy nem kapcsol vissza. Várjatok, mindjárt megnézem, hogy mi történt itt pontosan. Mindjárt jövök. Egy másodperc. Streameld addig a PS5 szerelést. Ilyet? Azt nem tudom, hogy kell szerelni, viccelsz? Hozzá se nyúltam még. Mióta megvettem, azóta oda leraktam, már csak porszívózó volt körülötte. Most elkezdtem bekapcsolni, most azt csináltam, hogy kihúztam a dugóból, és visszadugtam. Mármint a konnektorba. No szignál! Ilyet, srácok! Mi történik itt? Mi történik itt? Többször felpörgeti egyébként a lemezt. Oh! Mi történik? Életre kelt. Remélem kiírja üzenetben, hogy scusi. Nem várok. Hiba történt a rendszer szoftverében a PS5 legutóbbi használat. Jelentsük. Csak most a kontrollerem nem működik. Ah, most már igen. Mindenképpen jelentsük. Kár, nem lehet most már üzenetet küldeni. Régebben lehetett üzenetet küldeni. Ezért vicces dolgokat írsz, amikor már az ötször előfordul egymás után. Igen. Képzeljétek el, mondjuk, hogyha ez menne egy ilyen über komoly boss fight közben. Tehát mit tudom én, mondjuk, hogy lenne egy ilyen nagy kavarodás, és akkor ilyen hihetetlen nagy boss fight alásban, vagy akkor csak így kikapcsol a PS5-öd, és a vizanátásra. Gondolom, semmilyen mentésük nincs. Az lenne legjobb, ha a karakter kreáló is most újraindulna. Ne. Ne. Azt sem mentette el, hogy ezeket elfogadtam. Az nagyon nagy gáz, srácok. Júj. Semmit nem mentette el. Istenem. Te jó ég. Te jó ég. 38 percnyi anyag, az így kuka. Ilyen még nem volt, srácok. Na mindegy, akkor legyünk inkább akkor egy csöves bánat, nem? Vagy legyünk ilyen? Wretch? Hát akkor leszünk Wretch. Type A. Újra beírom, hogy Wuzabbi. Mondom, újra beírom, hogy Wuzabbi. Hát, ha ezt engedi, nem Young, hanem Future. Ez jó lesz, vagy ne ez legyek? Dexterity, Intelligence. Legyen ez a Prisoner. Keepshake. Azt mondja, hogy Golden Seed, az nagyon jó, azt mondtátok, meg jó a kulcs is. Kulcsot választottam. Ezt nem hiszem el. Itt nem is tudom, mit választottam. Ez jó lesz, gyorsan. Már jobban fogunk haladni. Milyen HR-ja volt? Azt mondtátok, hogy haladó kövér lacis. Ezt beraktuk fehérbe. Töké. Jó, a szempillája az nem a... Igen, bajsz. Így van.
még a szemének a... Na, tökéletes. Most egy kicsit gyorsabban menj, mint az előbb. Ja, de vissza is tudtam volna lódolni, nem? Tudtam volna lódolni. Várjatok? Ja, nem tudok lódolni, mert minden elveszett. Minden elveszett. Minden elveszett, igen. Úgyhogy most akkor ezt elmentjük favorite-be. Igen, ez sincs meg. Azt, amit egy teljes mértékben minden elment. Nagyon durva. Finish. Megpróbáljuk Prisoner-rel. Hát srácok, technikai ördöge, technikával dolgozunk. Az néha előfordul. PlayStation 5-nél is. Nekem még ilyen nem volt PS5-nél, de a Horizon Forbidden West esetében azt tudom, hogy egy patchnél írták. Többen is. Na, ezzel már hogy rollolunk? Státuszerínyó, nem érdekel, azt mondja, hogy inventorino. Zárd már be, medload, még mindig fetrollolunk valamilyen szinten, úgyhogy mindjárt az inventoriból kiimádkozunk néhány dolgot. Equipment. Oké, ezt is már az előbb láttuk. Erre a Rift Shieldre nekünk szerintem annyi szükségünk van, hogy semennyi. Kivesszük. Medload, igen. A fejesre van szükségünk, erre az ocsmányságra nincs. Lightload. Nagyszerű. És már is látszik a gyönyörű szép hajuk. Újra nézzetek, hogy virágít a bajusz meg minden. Na, akkor mintha először járnánk a játékban. Indul a speedrun. Egészen az első boss. Zseniális a látvány. Ja? Milyen mágikus képességeim vannak? Jó, hát akkor magic-elünk. Ne sunyulj el, légy szíves. Futunk. Röty, 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 röty. Na. Szemülök olyan közel, hogy más, hogy társasházi ajtók. Hehe, még nem borotvált bele. És mindjárt jön a pók külsejű szörnyűség. Hello? Ne te! Úristen! Eltaláltam a magic-kel. Nesze neked mágia. Jó, mindegy, haladjunk szerintem. Itt halt le a konzol. Ha megint lehal, akkor maximum írunk egy, akkor együtt megfogalmazunk egy angol nyelvű levelet a Sony-nak. És akkor kérünk ilyen mindenféle visszatérítést. Ah, tovább ment. Melyik bildet választottam? A Prisoner. Prisoner. Azért nézünk ilyen rettentően. De ebben a játékban minden borzalmas. Tehát mindenki szörnyen néz ki. Meg minden. De minden From Software játékban borzalmas karaktereket gyártottam. A Dark Souls 2-ben lehetett rettentesen csúnya dolgokat csinálni, ilyen vörösfejű akármiket. Szarvakból ítélve nem természetes ló. Fortune is on his side. We found him here, after all.
One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Nem rondítasz bele, kazagdú. Nem, ez technika. Ha a technikát használsz, abban előfordulhat. Teljesen mindegy, milyen technológiát látjátok, hát a SpaceX rakéta is van, hogy a Földön felrobban. Hát most van ilyen. Van ilyen. Egy hard crash, valami bugra futott, és kikapcsolta a konzolt. Ilyen még nem volt, hogy oda kell mennem, és akkor meg kell nyomnom a gombot, de most volt ilyen. Egyszer valami még nem volt. Emiatt ez nem kell, hogy belerondítson a képbe. Ezzel ne foglalkozzatok. Technika. Ez így szokott lenni. Egyszer még nagyon jól működik, következő alkalommal meg már nem. Ez ilyen. Flask of Crimson Tears, gondolom ez lesz akkor az Estus flaskánk. Ez pedig lesz a mana potionünk. Ez mi? Talka. Hát nem túl beszédes. És akkor most mi van? Most mehetek, amerre akarok? Gondolom, oda be lehet zuhanni. Olyan furcsa a dodge. Olyan, mintha nem... mintha nem dodge-olnék eleget. Pedig... Praise the dark. Igen, semmit nem látok amúgy. Jó, nem baj, menjünk akkor tovább. Ott van fent egy item. Hát ezt így biztosan nem lehet megszerezni. Hogyan lehetne azt megszerezni, valaki nem tudja? Jó, szerintem nem lehet megszerezni még most. Nincs stamina. De van. De nem fogyasztja a staminát a sprint. Ez mondjuk tök jó. Ennek azért tudok örülni. Hello. Igen. Ez mi? Füstkapuk. Early day. Stranded graveyard. Flasks. Sword chest. Oh. Add charge to flask. Use one golden seed. Erre lesz jó a golden seed. Mondom, a sacred tier. Aha, ez az, hogy mennyi manánk legyen és mennyi HP-nk. Ez nem rossz amúgy. Így jó lesz egy az, a 3 az 1-hez. Jó. Nincs más skillünk. Ja, a chestünk meg tök üres természetesen, hát nyilván. Ezen nem lehet átmenni. Érdekesek a fényhatások. Cooperative multiplayer. You tarnish for the finger to write a gold summon sign. Aha. Take a rule of an ally from the finger and you object to the area boss. Compensate that I get a summoner host of fingers. Na, ezzel foglak majd titeket megidézgetni, srácok. Például Janit. Aki már kitudja, hol tart a játékban. Már tippelem, hogy szerintem már Jani már ilyen csúcsokat döntöget. Szia, Gilgames. Itt minden rendben van egyébként. Nálad mi a helyzet? Van ezeknek értelme ezeket itt széttörögetni?
Vision of Grace. Még ez engem itt bosszant, hogy itt nincs valami cucc. Cave knowledge. Mi a bánat van itt lent? Van fall damage? Hát gondolom, hogy van. Na mindegy, ugorjunk le, YOLO. Hogy lehet ugrani? Ó, lehet ugrani! Tényleg lehet ugrani. Még nem is ugrattam Dark Souls-ban. Ó, de érdekes. Ha, lehet ugrás közben lő? Yes! Lehet hát! Yes! Yes! Oda nézzetek. Ez nagyon jó kis rapier egyébként. Nyusz, nyusz, nyusz. Nagyon sokat nem volt idem játszani vele még, 6 órát kb. Még az tényleg nem olyan sok amúgy ahhoz képest, hogy... Ja, de ma jelent meg. Hát mondjuk azért ez nem kevés. Nem is tegnap jelent meg, ma. Vagy te már tegnap megkaptad? Ez visszaálltja a HP-nkat, meg minden. Ez a, akkor ez a... Ez a Grace, ez tulajdonképpen... Ó, ez egy bonfér a szá. Az mi? Bye bye! Szegény. Cső. Hát ezt már az előbb én már magamtól tudtam, de attól függetlenül használjuk, tehát nesze. Ez így néz ki, hogy csinál egy kis kardocskát, ami így kilő. Hát ez tök jó. Ez tök jól néz ki. Hát ne vicceljetek már. Oda nézzél. Wink. Ez nagyon király. Ez tök jó. És közben én tudok mindent csinálni, dodzsolni, meg minden. Kisütés, kisütés, Google, kétszer jobbra, majd R1 kombóval. Igen, hát a PS-em az újraindulgatott, vagy újraindult egyszer. És neked nagyon tetszik, Jani, akkor a játék, azt mondtad. Hogy tök jó. Des. Wiong. Wiong. És ez micsoda? Materiálsz. Ja, ez most itt egy tutoriál. Ja, ez egy tutoriál pályarész, de ezt ki is lehetett volna hagyni, hogyha egyenesen tovább megyek ott az ajtón. Ó, jó, hát semmi, ez tök jó, a speedrunnerek ennek örülni fognak. Na, verekedjünk meg valakivel, most már szemtől szemben nem ágiázzunk itt. Jó, ezt azért tudni fogom. Na. Na. Nem akart megütni. Lehet, hogy ez ilyen szándékos tutoriál. No friendship ahead. Nagyon sok a felfedezni való benne. Az jó. Annak nagyon tudok örülni. Hello? Hello? Ez mi? Azért rakták oda, hogy azt higgyük, hogy az egy item. Gratulálok. Kevés az indokolatlan pénisz az arcba, George. Igen. Még nem tudhatjuk, hogy mi lesz a később. Mi lesz később. Isten császár. Na, futás! Jó, bécs! Értem, melléd jutottam.
Kire hasonlít a karakter? Ő Gandalf, aki miután legyőzték Sauront, Magyarországon tölti nyugdíjas éveit. Vagy mindig is magyar volt. Eurin nengyütt. Valaki ott súnyul. Ha. Crush to make harder enemies discover you, especially like the grass. This is because more damage than usual. Aha. Hát ezt gondolom nem így kellett volna csinálni. Jó, nem baj. Ja, és hogyha én itt sunyolok... Ezt tudja, hogy nem így kell amúgy, ahogy én csinálom. Nincs rá külön gomb. Na mindegy, ezt majd kitapasztaljuk később, ez biztos, hogy nem így kellett volna. Mitől van ennyi HP-d? Azért nem is volt ilyen sok eddig. A francba véletlenül elnyomtam a tutoriát. Mi ez a Marika? Nem egy boss fight. Godric. Micsoda? You can perform counterattack immediately after blocking an enemy attacks. Guards count doesn't make the break. Gyorsan! Ah. Az rengeteg staminát veszel egy ilyen. Érdekesen néz ki ezek a helyszínek. Itt egy csomóan meghaltak. Simán eredjen leszúrat hátulról, tehát akkor ez igazából ugyanaz tehát a sunyulás az valójában szinte semmi, csak így, hogy mögé tudsz menni. Ez egy tutoriál boss volt. Semmi egyéb. Ez egy tutoriál, ez egy jelen pillanatban egy tutoriál szakasz, látjátok? Tehát ott tehát az előbb már ott kimentünk azon az ajtól, ami ott van velem szembe, ott. Csak rájöttem, hogy ha oda leugrok, akkor ezt itt végig lehet menni itt valahol, és végig is lehetett jönni, ez egy tutoriál szakasz. Csak a speedrunneröknek van megcsinálva, hogy onnan rögtön oda tudnak futni, tehát ezt nem kell végig szenvedni minden egyes karaktered, de ez egyébként tök jó. Gondolom ezért is rakták bele, hogy ne kelljen ezt állandóan megcsinálod, ahány karaktert készítesz. Nyilván azért halt meg három ütésből. Ha, és kött egy bonfire. Vagyis hát egy... nem bonfire. Oké. Okay. Van nálam Stone Sword key egyébként. Nézzük meg. És akkor most kinyitottam valamit. Menjünk le. Na. Hogy? Ó, és egyből mérgeződök. Fantasztikus, ez fantasztikus. Poison. Hát ez...
Jön vissza. Vtás. Nagyon jól néz ki egyébként. Gondolom, ha egy ilyenbe bejövök, akkor már nem kap el. Wiong. Ugye meghalok. Fogalmam sincs, hogy hova jöttem be egyébként, biztos vagyok benne, hogy még nem itt kéne lennem, de mindegy, én már itt vagyok. Szóval agyon ne rúgjál már, és agyon rúgott. Megvan az első halálunk. Tudja, hogy még ide nem kellene jönnöm, de nem baj, erre jövünk. Jó, ezt értettem, mert ez nem az első Souls játékom. Oké, menjünk le. Nyerünk. Nem lehet odaérni, mielőtt elkap a poison. De oda lehet. Ó, de jó, aki csak nagyon nyomulni kell. Ne izguljatok. Ne menjünk tovább. Itt meg nem lehet elfutni, igaz? De gyorsan le kell szurkapiszkálni amúgy. Na, még ne. Mentünk a másikra, itt is van egy ilyen nagyon szemét. Ki akar rúgni elé? Valaki meg is halt itt amúgy. Ő átjött a másik oldalról, gondolom.